Jó napot, kedves Anna, nézzük meg, hogyan lehet szerkeszteni az árlistát. Itt ugye rá kell kattintani a szerkesztésre. Aztán ez egy nagyon egyszerű táblázat lett. Két oszlopa van, ugye? És vannak olyan sorok, amik úgynevezett ilyen egyesített sorok. Igen, amikor a két cella, illetve egyesített cellák, két cella össze van vonva, és akkor ilyen hosszú lesz. Ha ugye az ember alapvetően vagy le akar törölni belőle sorokat, vagy hozzá akar adni. Ha ki akarok törölni valamit, akkor rá kell kattintani ide a sorra, ugye itt villog majd benne a kurzor, és van az a kis piros ikon, aminek az a neve, hogy sortörlés, és rá kell kattintani, és eltűnik a sor. Aztán itt vissza is lehet csinálni. Új sort úgy lehet hozzáadni, mondjuk ide az aljához, hogy oda kell kattintani az utolsó cellába, rá, és ezzel az ikonnal, aminek az a neve, hogy sorbeszúrása utána, haza lehet kattingatni. Kattingattam egy csomót, lett négy új sorom. Akkor ugye így jönne az a sor, amiben két összevont cella van, az egérrel át kell húzni a cellát egyikből a másikba, és rákattintani erre az ikonra, cellák egyesítése. Hoppá, itt el is tűnt a válaszfal, akkor ide jön ugye az új szakasz, amint az új része ennek a dolognak, ez egészen ilyen hosszú lehet. Aztán ide jön a következő szolgáltatás, ide jön az ára, itt érdemes szó közt rakni az ezres elé, meg a forint elé is, aztán ide jön a következő, de jön a következő ára. Ja, itt két szó közt raktam. Illetve ilyen, ha szükség van ilyen sok kisbetűsre, akkor ide be lehet írni zárójelbe. És át kell jelölni az egészet. Nem, csak ez egy cellát, igen. És a betűtípusnak, a betű méretnél kiválasztani a hármast. És egy kicsit kisebb lesz. Hoppá, itt elfelejtettem mondani, hogy az összevont cellás dolognál van egy olyan ikon, hogy cella tulajdonságok. Ezt ki kell nyitni. Hoppá, ez egy kicsit béna az a doboz. És itt a haladó fülön van olyan, hogy háttérszín. És akkor mondjuk a palettába az utolsó szín a fehér. Arra ráfrissítünk, és akkor most már fehér lesz ennek a háttere. Tehát ennek az összevont két cellának, azaz a szakaszfejlécnek fehér lesz a háttere, és ettől jól elkülönödik a fölötte lévő részektől. És akkor itt mindent vissza is lehet csinálni ezzel a visszaikonnal, így. Hát minden jót kívánok, viszont hallásra, látásra!